Rendőr Robi és Rossz Csont Ricsi látogatta meg a Nyár utcai JMK óvoda gyermekeit március 21-én. A kicsiknél az Ovizsaru program keretében járt a két kedves báb figura. Ő a rendőr Robi. Mit gondoltok, ő miért rendőr? Mi van rajta? Jelvény. Rajtam van jelvény? Igen. Hol van a jelvény? Nagy sikert aratott a játék-mozgás-kommunikáció óvoda gyermekei körében Rendőr Robi és barátja Rossz Csont Ricsi látogatása. Az ovisoknál Farkas Dóra, a 4. kerületi rendőrkapitányság főhadnagya tartott előadást a két báb figura segítségével. A lurkók örömmel fogadták a vendégeket. Szia! Hogy hívnak? Szia, Bebe! Szia, hogy hívnak? Zsejke! Szia, Zsejke! Rendőr Robi vagyok. Az Ovizsaru program a BRFK bűnmegelőzési programja. Kifejezetten óvodáskorú gyermekeknek íródott ez a program. 7 különböző modulból áll, és a 7 téma mindig más körülményt ölel fel. Első körben az első téma, amit most is láthattunk, a bemutatkozásról és a rendőr, magáról a rendőr szakmáról szól, és ezt követően pedig a közlekedésről, az egyedüli otthontartózkodás szabályairól, a veszélyes eszközökről fogunk még beszélgetni a gyerekekkel. Újpest nevelési oktatási intézményei közül már több is csatlakozott a programhoz az elmúlt évek alatt. Most a JMK óvodában is sor kerülhetett az első előadásra. Ebben a mai rohanó világban az inger, a sok inger gazdag lehetőség között nagyon sok pozitív lehetősége van a gyerekeknek, de nagyon sok veszélynek is ki vannak téve. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezekre a veszélyekre mindenképpen fel kell hívni a gyerekek figyelmét és a szülők figyelmét is. Tehát elsősorban a biztonságra nevelés a célunk, és ezt szeretnénk beépíteni a mindennapi óvodai gyakorlatunkba. A gyerekek a beszélgetés során több alapszabályt megtanultak, illetve átismételtek. Többek közt azt is, hogy idegenektől semmit nem szabad elfogadni. Ha ezt tudta volna Hófehérke is annak idején, nem fogadta volna el az almát a gonosz banyától. Helyében nem tudtak volna, akkor ti elfogadjátok az almát? Nem szabad. Az a legfontosabb, hogy idegen szemétől nem fogadhatunk el soha semmit. Úgy látom, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezt a programot. Minden óvodában, ahol eddig működik a program, nagy sikere van. Már a rendőri jelenlét is egy olyan varázslatos dolog részükre, ami elvarázsolja gyakorlatilag őket. Nagyon jól szoktak sikerülni a programok, és hála Istennek nagy népszerűségnek örvend. A gyerekek nagy örömére Rendőr Robi és Rossz Csont Ricsi nem csak ideiglenesen látogatott az oviba. Az előadás után is velük maradt a két báb, akikkel bármikor játszhatnak ezentúl.